Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged ezen a szép ünnepen, és magasztalunk azért, hogy eljöttél hozzánk, összekötötted a mennyet a földdel, és utána ajtót nyitottál, hogy mi is követhessünk téged az Atyával való igazi közösségbe. Magasztalunk téged mennybe menetelet csodájáért. Áldunk azért, mert te is végigjártad ezt a pusztai utat, amiről most énekeltünk. Köszönjük, hogy te is megkísértettél mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, és ezért tudsz könyörülni azokon, akik megkísértetnek. Köszönjük, hogy nem csak vállaltad a mi földi sorsunkkal járó sok próbát, hanem mindannyiunk bűnére engesztelést szereztél, kereszthalálod által. Magasztalunk azért, mert megigazítottál minket Isten előtt a te feltámadásoddal. Csodáljuk, Urunk, ahogy összefüggnek a te megváltó művednek az egyes eseményei. Engedd ezeket most együtt látni, és törzsd meg a mi szívünket magasztalással, dicséretmondással és hálaadással. És köszönjük, hogy amikor a mennybe mentél, akkor nem hagytál minket magunkra. Áldunk azért, meg megígérted, hogy velük vagy a benned hívőkkel minden napon, és elküldted a te szent lelkedet, mint másik bátorítót, vígasztalót, akire olyan nagy szükségünk van. Engedd ma este is megtapasztalnunk itt ebben a csendben a te jelenlétedet, és munkálkodjék bennünk a te bátorító szent lelked. Szólíts minket igéddel úgy, hogy tanuljunk és erősödjünk, tisztuljunk és megbátorodjunk arra a küldetésre, amivel te bíztad meg a tieidet. Könyörülj rajtunk, hogy ne hiába legyünk itt. Munkálkodj bennünk, vigasztalj minket. Mutass utat, adj célt és feladatot, és tölts meg minket a te erőddel. Hadd mondhassuk el mindnyájan, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 17. részének első 20 verséből hallgassuk meg. A János evangélium a 17. részében így szól Isten igéje. Ezeket beszélte Jézus, és fölemelte szemeit az égre, és ezt mondta. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindenkinek, akit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amivel bírtam te nálad a világ létrejötte előtt. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki. És elhitték, hogy te küldtél engem. Én ő érettük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megőriztem őket a te nevedben.
akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek. És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel nem ebből a világból valók, amint hogy én sem ebből a világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem-e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő élettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő élettük, könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Kedves testvéreim, ezen a húsvét utáni 40. napon Jézus Krisztus mennybe menetelére szoktunk emlékezni. Az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek az első fejezete így írja le az ő mennybe menetelét. Amikor ezeket mondotta, az ő láttukra fölemeltetett, és felhő takarta el őt szemük elől. És amint szemüket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Így történt Jézus mennybe menetele, és azóta a benne hívők boldog és bizonyos reménységgel várjuk az ő dicsőséges második eljövetelét. Nagyon tudatosan készülünk mi hívők arra, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk az ismét mindenki szeme láttára megjelenő Krisztus előtt. Az időnket azonban nem üres várakozással töltjük, hanem éppen ez a várakozás ad erőt, lendületet, reménységet ahhoz, hogy azt végezzük, amivel ő megbízott minket. Mivel bízott meg, és hogyan kell ezt végeznünk? Amit az imént felolvastam a János evangéliumából, az Jézusnak a mennybe menetele előtti jelentése az Atyának. Vannak benne olyan mondatok, amikre valóban illik ez a megjelölés. Jelenti, hogy Atyám, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Mielőtt visszamegy a mennybe, számot ad az Atyának. És ezen az ő beszédén keresztül, amit szoktak az ő főpapi imájának is nevezni, mint egy a megváltó szívébe láthatunk. Kiderül belőle, hogyan viszonyult ő az Atyához, hogyan tekintett tanítványaira, és hogyan nézett a távolabbi jövőbe. A summája, a címe, a témája Jézus eme beszédének ez: most pedig te hozzád megyek. És abban a pillanatban azok jutnak eszébe, akik neki a legdrágábbak, akik az ő beszédére hittek: én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Én pedig hozzád megyek, Szent Atyám. És mi lesz azokkal, akik egyelőre még a világon maradnak? Nézzük meg tehát, mit mond itt Jézus magáról, mit mond a tanítványairól, és mit mond azokról, akik majd az ő tanítványainak a bizonyságtételére hisznek ő benne, vagyis a hívők közösségéről, az egyházról.
Mit mond Jézus magáról? Három fontos megállapítását olvashattuk az imént. Először is nagyon világosan és határozottan említi az ő eredetét. Kicsoda ő, és honnan jött? Atyám, dicsőíts meg engem, te magadnál azzal a dicsőséggel, amivel bírtam te nálad a világ létrejötte előtt. Ő tehát valóban öröktől fogva létezik. Ő tehát valóban Isten örök fia. Ő tehát valóban örök Isten. Ezt nekünk, amíg itt küszködünk a földön, ahogy énekeltük ebben az énekben is, hogy bújdosunk-e pusztában, soha nem szabad elfelejtenünk. Ki a mi Urunk? Kivel tartozunk mi olyan szorosan össze, mint ahogy itt az imádságának a vége felé mondja? Ő öröktől fogva mindörökké Isten. Ő ott volt a világ alkotásánál, és amikor még semmi nem létezett a mai létezőkből, ő isteni dicsőséggel uralkodott már. És most ebbe a dicsőségbe tér vissza, ami egyedül, egyes egyedül és kizárólag az egyetlen, élő, igaz Istennek a tulajdona, sajátsága, ez a leírhatatlan, számunkra elképzelhetetlen dicsőség. Ide készül vissza. Nem a világűrbe öppent föl a Föld nevű bolygóról, hanem ebből a látható, teremtett világból visszalép, szinte visszaláthatatlanodik az ugyancsak itt lévő és mindent betöltő láthatatlan világba. Ez történt az ő mennybe menetelekor, és szükségesnek látja tanítványaiban újra tudatosítani, hogy ő örök Isten. Ő most nem ismeretlen helyre távozik, hanem ha mi nagyon szánalmas, szegényes kifejezéseinket használjuk, akkor hazamegy. Nem ez volt az ő igazi otthona. Ez a nyomorúság, amit csak azért vállalt, hogy minket innen kiemelhessen. Amikor idejött, istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. És most visszalép ebbe a dicsőséges, láthatatlan világba. Pontosan az zajlik, amit a Filippi 2-ben, abban a szép őskeresztjén Krisztus himnuszban olvashatunk, hogy amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Ő itt is az Istennel egyenlő volt. Ezért állt meg a vihar egyetlen kézmozdulatára, ezért takarodtak ki a démonok megkötözött emberekből egyetlen szavára, ezért ment el a betegség, amikor ő megszólalt, vagy hozzáért egy nyomorulthoz. Ő itt is az Istennel egyenlő maradt. És most ez lesz egészen nyilvánvalóvá mindenki előtt. Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepén nekünk nagyon világosan látnunk kell, hogy kicsoda ő. Ki az, aki öröktől fogva Isten volt azelőtt, ki az, aki itt töltött néhány évtizedet mi életünk, és ki az, aki ezen a napon feltámadása után 40 nappal visszament az ő mennyei dicsőségébe. A másik, amit említ Jézus önmagáról, hogy mi volt az ő küldetése. Így olvastuk mindjárt az elején, amiként te hatalmat adtál nekem minden testem, hogy örök életet adjak mindenkinek, akit nékem adtál. Ezért jött Jézus. Az örök életet veszítettük el, és az örök, többször mondtuk már a Bibliában, nem csupán idői jelző, hanem minőségi, tartalmi megjelölés is. A teljes élet, az isteni élet, azt veszítettük el. És sehogyan nem tudja az ember ezt visszaszerezni magának, csak ha ajándékképpen magától, Istentől újra megkapja. És Jézus ezt az életet közvetítette nekünk. Sőt, ő maga ez az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Betániában, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. Mit számít a biológiai halál? Az abszolút nem zavarja meg ezt a teljes életet,
amit valaki a Krisztussal való közösségben visszakap. Ő benne hinni, azt jelenti, hogy vele közösségben élni. Neki engedelmeskedni. Együtt élni a megváltóval, aki isteni életet, örök életet ad a benne hívőknek. De hogyan adja ezt? Ezt is elmondja az ő küldetéséről szólva, én azt a beszédet, amit nekem adtál, atyám, ő nekik adtam. És ők azt befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Nekik adtam, befogadták, elhitték. És ettől lett örök életük. Mert Isten ezen a világon is úgy teremtette az életet, hogy megszólalt. Azt mondta, hogy legyenek különböző élőlények. És az örök életet, az új életet is az ő beszédével teremti. Ezt a teremtő szót adta a fiúnak, Jézusnak, aki meghirdette Isten igéjét, és akik befogadták az ő igéjét, azokban ez új életet hozott létre, teremtett. Akik hittel befogadták, azokban új élet jött létre. Ezért nagy ajándék az, hogy mi is olvashatjuk ugyanazt az igét, amit Jézus akkor mondott, hogy hallgathatunk sokféle formában róla szóló bizonyságtételt, mert ma is érvényes a Biblia állítása, hogy a hit hallásból van, mégpedig az Isten beszédének a hallásából. Ezért érdemes, testvérek, minden áldozatot meghozni azért, hogy legyen naponta csendünk, hogy hallhassuk Isten, olvashassuk Isten szavát, és minden lehető alkalmat megragadjunk, hogy hallgathassuk azt. És mit csinált ő azokkal, akik hittek ő neki, és befogadták az ő igéjét? Amikor velük voltam a világon, én megőriztem őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, atyám, megőriztem őket, és senki el nem veszett közülük. Ennyire fontosak vagyunk mi személy szerint, külön-külön, ami dicsőséges megváltónknak. Ő megőrzi az övéit. Attól kezdve, hogy valaki befogadja az ő igéjét, hogy hittel befogadja őt, olyan szoros közösség jön létre, amire ő maga vigyáz. Néhány fejezettel előbb olvashatjuk, amit szintén ő mondott, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. És az én atyám, aki nagyobb nálamnál megőrzi őket, és senki ki nem ragadhatja őket az én atyám kezéből. Megint, ha a magunk gyarló kifejezéseit használjuk, ez azt jelenti, hogy két hatalmas kéz védi azokat, akik befogadják Jézus igéjét, akik hittel befogadják őt. Nincsenek többé kiszolgáltatva e világ sokféle gonoszságának, sok kísértés, támadás, kellemetlenség érheti és éri őket is, de mindez ebben az oltalomban. Ez alatt a védelem alatt történik. A megváltó hatalmas keze és az őt hozzánk küldő atya, szerető keze védi az övéit. Ezért jelentheti az atyának, hogy én egytől egyig mindnyájukat megőriztem, akiket nékem adtál, senki sem veszett el közülük. És most pont kerül az ő megváltó munkájának a végére, atyám, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Mi volt az a munka? Ezt a munkát végezte Jézus, amikor kereszt halála pillanatában ketté hasadt a szentek szentjében a kárpit. Megnyílt az út a bűnös előtt is Istenhez. Ezt a munkát végezte, amikor húsvét hajnalán megnyílt az ő lepecsételt sírja. És ezzel utat nyitott az életre mindazoknak, akik őt követik, akik benne hisznek. És ezt a munkát végezte, amikor húsvét után 40 nappal egy felhő eltakarta őt tanítványai szeme elől, és ő visszament a mennybe. Valóban az történt, amiről énekeltünk, mivel te utat nyitottál, és tanítottál mennybe menni. Kinyitotta azt a kaput, amit mi csaptunk be magunk mögött, mikor Isten ellen fellázadtunk,
és egy utat, egy ösvényt taposott ki, szinte ezt mondhatjuk, abból a nyomorúságból, amiben mi belesüllyedtünk, vissza az atyai házba. És benne hinni azt jelenti, hogy valaki ezen az ösvényen követi őt egészen végig. De ez nagyon fontos, hogy mindvégig, mert csak aki mindvégig álhatatos marad, az itt vezül. Jézus tehát ajtót nyitott, kaput nyitott, utat nyitott, pontosan úgy, ahogy a zsidókhoz írt levél 6. részének, az utolsó 2 verse foglalja össze az ő mennybe menetelének az evangéliumát, amelyen, mint egy bátorságos és erős, amely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap. Beljebb hatol a kárpitnál, ami elválasztotta a bűnös embert a Szent Istentől, ahova útnyitóul bement érettünk Jézus. Nem úgy, hogy eltűnt, és mi pusztuljunk el kint, hanem érettünk volt ez az egész, és ő utat nyitott előttünk is, és aki ő benne hisz, az ugyanabba a dicsőségbe érkezik meg, ami az ő dicsősége. Az ő küldetése tehát ez volt. És amikor jelenti, hogy elvégeztem a munkát, ő ezt a munkát végezte el. Megengesztelte az igazságos Istent, életet ad a lelkileg halottá vált embernek, és újra út nyílik kettőjük között, és Jézus hazavezeti a tékozló fiakat onnan, ahol a biztos pusztulás válna rájuk. És mit mond Jézus harmadszor a távolabbi jövőről? Azt mondja, hogy ő ott a mennyben az övéiért könyörög. Érdekes, hogy itt már élesen különböztet. Azt mondja, én ő érettük könyörgök, és nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. Amíg itt volt, addig mindenkinek volt lehetősége az övéi közé csatlakozni. Amikor az övéit magukra hagyja átmenetileg, egyszer lejár ennek az ideje. Ez azt jelenti, hogy amíg hallhatjuk az igét, addig van lehetőség hozzá csatlakozni. De egyszer eljön az utolsó olyan alkalom, amikor halljuk azt az igét, amit ha hittel befogadunk, örök életünk lesz. És amit ha hitetlenül visszautasítunk, vagy udvariasan halogatjuk a döntést, akkor az örök halál lesz a sorsunk. Ebben az imádságban, amiben Jézusnak a szeretete, megváltói gyöngétsége szólal meg, nagyon élesen megszólal ez a lehetőség is, hogy akinek ő nem kell, aki abból a munkából, amit ő elvégzett, kimarad, annak a számára nincs lehetőség, nincs másik lehetőség visszatérni az atyához. Megtudjuk tehát, hogy honnan jött ő, hogy ő örök Isten, megtudjuk, hogy az ő küldetése az volt, hogy örök életet adjon nekünk, akik azt elveszítettük és utat nyitott az atyához, és a távolabbi jövőről, hogy ő a mennyben is könyörög értünk, ha senki nem imádkozna ezen a földön értünk, ami megváltunk szüntelenül esedezik értünk, és vár minket abba a dicsőségbe, ami az övé. Ez az első fejezet. A második az, hogy mit mond az ő tanítványairól és tanítványainak. Újra tudatosítja bennük, hogy ők is úgy kaptak életet, hogy befogadták az igét. Kijelentette nekik az atyát. Ez, hogy befogadták az igét, és Jézushoz tartoznak, Jézust hordozzák magukban, ez idegenekké teszi őket ebben a világban. Ez a világ gyűlöli őket. Egy fejezettel előbb mondja, hogy ne csodálkozzatok, ha gyűlölt titeket, mert engem is gyűlölt. Annyira más az, amit Jézus hozott erre a földre, mint az, ami itt eluralkodott, hogy az azonnal feltűnik, és a sötétség nem viseli el a világosságot. Miért gyűlöli őket? Én a te ígédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. De itt kell maradniuk még egy ideig a világon. Akkor mi lesz a feladatuk?
nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem valamilyen világ idegen szemlélet ez, amivel mint egy gettóba zárják magukat Jézus tanítványai, talán meg is vetik a körülöttük levő gonosz világot, és alig várják, hogy vége legyen itteni tartózkodásuknak, és mehessenek a dicsőségbe. Ezt mondják azok, akik nem értik, hogy miről van szó, és akik még kívül vannak a tanítványi körön. Akik valóban Jézus tanítványai, azok tudják, hogy mit jelent sónak lenni az ételben. Mit jelent kovásszá válni egy nagy mennyiségű lisztben, és azt megkeleszteni és kenyérré formálni. Mit jelent világítani ott, ahol sötétség van, és tapogatjuk, mint vakok a falat. Jézus itt valóban egyfajta világ idegenségről beszél, ha arra gondolunk, hogy a világhoz való, világgal való barátság az a világhoz való hasonulást jelenti. Ettől óvja az övéit. Ne legyetek olyanok, mint az Isten nélküli világ. Ugye a világ itt azt jelenti, hogy az Isten nélkül gondolkozó és élő ember. Ne legyetek olyanok, mert akkor nem tudtok rajtuk segíteni. Csak akkor tudtok segíteni, ha megmarad a ti specifikumotok. Az a sajátosság, amit az Isten befogadott igéje jelent bennetek. Az az új élet, ami csak azokban van, akik hittel befogadták Jézus beszédét. Ezek tudnak segíteni azokon, akik lelkileg még halottak. Ezek tudnak olyat is adni másoknak, amit nem maguktól vesznek, hanem ők is úgy kapták. Mert ezek az emberek járnak ugyanúgy küldetésben, mint ahogy Jézus küldetésben járt. Ez nagyon hangsúlyos itt Jézus szavaiban, amit a 18. versben olvasunk. Amiképpen te küldtél engem a világra, ugyanúgy küldöm én is őket a világra. Micsoda megtiszteltetés ez, ilyen magunkfajta nyomorultak. Ugyanazt a feladatot kapjuk, amit a megváltó Krisztus. Nem nekünk kell megváltanunk a világot, az megtörtént. Arra csak ő volt képes. Nem a bűneinkért kell eleget tennünk és Istent megengesztelnünk. Arra csak Jézus volt képes. De hogy ennek a jó hírét, ezt az életet teremtő igét minden lehető módon vigyük az elveszett világba, az ugyanaz a küldetés, ami Jézusé volt. Megengedi, hogy az övéi mintegy folytassák az ő munkájának ezt a részét. Azt a részét, amit csak ő végezhetett el, azt ő tökéletesen, egyszer és mindenkorra elvégezte. De emberek azóta is születtek, és mindenki úgy születik, hogy hit nélkül van, nem ismeri az Atya nevét, nem tudja, merre vezet az út a szabadulásra, azt se tudja, hogy van másfajta élet is, és oda vezet út, akik már Jézus tanítványai, ez a nagy kiváltságuk és kötelességük, hogy ugyanazt az igét, amit Jézus hirdetett, adják tovább. Úgy is, hogy életnek beszédét tartják a pogányok elé, úgy is, hogy vállalják Jézust, és nem szégyellik az evangéliumot, és kijelentik ennek a világnak az Atya nevét. Beszélnek a szabadító Krisztusról, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1 Péter 2.9. Ez a mi nagy kiváltságunk és feladatunk. Ahogy engem küldtél, Atyám, én is úgy küldöm őket erre a világra. És az a tanítvány, az a hívő ember áll hivatása magaslatán, aki a mindennapi kötelességei mellett, meg azokba beágyazva is, minden lehető módon végzi ezt a szolgálatot. Mert aki ezt végzi, az soha nem marad magára. Az küldetésben jár, és ott van a küldője, mindig mögötte, meg előtte, meg fölötte, sokféleképpen bátorít minket Isten igéje e tekintetben. Ennek egyik része az is, hogy azok, akik Jézusban hisznek, szentek ezen a világon. Én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek, szenteld meg őket a te igazságoddal. Szent az, aki Isten számára elkülönített. Aki nem elegyedik az istentelenséggel, azért, hogy használhassa őt Isten,
az istentelenek javára. Ez a szent. Azok vagyunk-e vajon? Jézus mennybe menetelének ez is nagy evangéliuma, hogy ugyanazt a feladatot bízza ránk, amit ő is végzett. És mit mond Jézus azokról, akik majd ezeknek a bizonyságtételére hisznek ő benne? Néhány évvel az ő mennybe menetele után, meg másfél ezred évvel az ő mennybe menetele után, s mindaddig, míg ez a világ áll. Mert mindig lesznek ilyenek, akik hallván a róla szóló igehirdetést, hisznek ő benne és megszabadulnak. Ez nagyon fontos mondata Jézusnak. Én nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Tehát mi éltünk is könyörög, meg azokért, akiknek mi bizonyságot teszünk. Miközben keressük a szavakat, és legszívesebben elfutnánk néha, és miközben gúnyos mosoly a válasz, vagy esetleg keresztkérdések tüzébe kerülünk, ha kiderült, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk, aközben bizonyosak lehetünk abban, hogy ő azokért is könyörgött már öröktől fogva, akiknek mi most őról a bizonyságot tehetünk. Nem a mi vállalkozásunk ez, és nem a mi ügyességünkön, talpraesettségünkön, jósvádánkon múlik, hogy most az illető megismerje Isten szeretetét vagy nem, ez az ő ügye. Minket csak használ, mint eszközöket ebben az ügyben. A mi feladatunk csak az, hogy ne szégyeljük a mi megváltónkat és az ő evangéliumát, mert ő sem szégyelt minket. És majd ő kinyitja a szívet. Az, aki kinyitotta előttünk az Isten országának az ajtaját, az, aki megnyitotta a halálnak a bezárt kapuját, az, aki mennybe menetelekor megnyitotta az eget, nem csak maga előtt, hanem előttünk is, az a hatalmas Úr meg tudja nyitni bárkinek a szívét, és mi ne keseredjünk el az első kudarc után, és el ne bízzuk magunkat, hogyha látjuk, hogyan nyílik egy emberi szív, mert nem mi nyitottuk ki, hanem ő, aki előre ment útnyitóul, ahogy az előbb a zsidókhoz írt levélből olvastuk. Nagy evangélium tehát mindaz, ami Jézus mennybe meneteléről szól, tele van vígasztalással, biztatással, bátorítással. Bárcsak tudnánk mi is úgy élni, hogy majd egyszer, mikor meg kell állnunk az ő színe előtt, nagyon alázatosan, de mégis az igazat megvalva, elmondhassuk, hogy elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Te adtál igét a számba, te nyitottad meg előttem is azt a kaput, amit én mutattam másoknak, hogy gyertek, ez a szabadulás útja. Te voltál az, aki könyörögtél, érettem is, meg azokért is, akiknek szólhattam, legyen áldott a te neved. Jó lenne, ha sokkal jobban megtelne a szívünk örömmel, reménységgel, bizonyossággal, bátorsággal, a mennybe menetel evangéliumát hallva. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert egyedül ebben az imádságban használtad az Atyával szemben ezt a szót, hogy akarom. Köszönjük, hogy elhangzott ebben a csodálatos számadásban az is, hogy te akarod, hogy a tiéid ugyanott legyenek, ahol te. Áldunk téged ezért a nagy szeretetért. Magasztalunk azért, hogy mindennél fontosabbakká lettünk neked mi. Köszönjük, hogy nem iszonyodtál bűneinktől, nem vetettél el hitetlenségünk miatt, hanem kijelentetted nekünk az Atya nevét. Köszönjük, hogy az életed sem volt drága, csak hogy könyörülj rajtunk. Add, hogy soha ne feledjük el azt, hogy mit tettél értünk, és tudjunk örvendezni annak, hogy előre mentél helyet készíteni nekünk is az atyai házban, hogy szüntelen könyörögsz értünk addig is, hogy te jársz előttünk, és te vagy velünk minden napon. És miközben sok bajban, szenvedésben meghajszolt, megvetett a te néped ezen a földön, egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a te ígéreted egyszer dicsőn beteljesül, és a te néped veled mindörökké egyesül.
Tartsd frissen bennünk ezt a reménységet. Taníts minket így vigasztalni és bátorítani másokat is. Könyörülj rajtunk, hogy az életünk ne cáfolja meg a szavainkat, hanem hadd legyen annak megerősítő illusztrációja. És taníts minket valóban ezzel a reménységgel élni, hogy ahogyan fölmentél a mennybe, egyszer úgy jössz majd vissza, és veszel magadhoz minket is. Segíts, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk, és így üdvözüljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.